70-ig megéri a cégeknek. Jó? Tehát 70-től fáj nekik. 70-ig nem fáj, önöknek viszont fáj. Ha vesznek valamit, ami nem kell. A Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium legutóbbi szakmai programján a stílus és a divat témája volt főszerepben. Schiffer Miklós előadásának első részében a stílus és a vizuális kommunikáció kapták a legnagyobb hangsúlyt. Mint kiderült, az egyik legfontosabb tényező, hogy az öltözködésben meg tudjuk vonni a határokat a civil és a hivatalos életünk között. Alapvető elmélet az, hogy a stílus az a sajátunk, a divatot pedig ránk erőltetik. De van olyan fotós, aki azt mondta, hogy ha nem lenne a divat, akkor nem lenne ez a páncél, nehéz lenne túlélni a hétköznapokat. Tehát valakinek ez a fontos, valakinek az a fontos. És hát amit Kokosan elmondott, a divat változik, a stílus örök. Ez a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy azt kell megtanulnunk manapság, amikor ennyi minden veszi az embert körül, és mindenhol csak ömlik rájuk az új és új és új, hogy megtanuljuk megvenni azt, ami kell. Schiffer Miklós szerint tehát a stílusos ruhatár építése során tudatosan kell vásároljunk. Úgy véli, leginkább a közösségi média hatásai miatt költekeznek a szükségesnél többet az emberek. Mindenhonnan az ömlik, hogy vegyél, ez se elég, az se elég, van új. Ez az igazi üzenet, hogy mindig az újat vedd, és én nem gondolom, hogy ez helyes. Tehát ez semmi más, mint üzlet. Akinek van stílusa és tudatos, az nem gondolja, hogy meg kell venni a legújabbat, hogyha az éppen zöld, és neki nem áll jól. A szakmai program második része a politika szinterén felismerhető stíluskommunikációról szólt. A szakértő ismertette, Magyarországon ma az általános öltözködést a lazaság jellemzi leginkább, főként a fiatal generációnál.